A hagyományokhoz híven az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megemlékezésen adták át a Csömör községért emlékérem kitüntetést. 2018-ban Csömör nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete Csömör kulturális életében folytatott tevékenységéért, a helyi zenei együttesek, kórusok szervezése során végzett önzetlen munkájáért Rádu Ildikónak adományozta az elismerést. Igen, nagy megtiszteltetés, és egy kicsit úgy átgondolva a dolgokat, szeretek itt Csömörön dolgozni, szeretem azt, amit csinálok, és tényleg szívvel, lélekkel igyekszem tenni, de az biztos, hogy segítség, támogatás nélkül ez nem menne, és hát első fokon fényemnek Takács Lászlónak kell megköszönöm a segítséget is, meg a sok-sok tűrést. Általában kitüntetéseket azért előre haladottabb korban szoktak kapni, vagy egy pálya lezárásakor, tehát most vagy le kell zárnom a pályát, vagy megöregettem, de igyekszem a következő években ennek a kitüntetésnek megfelelően méltóan végezni a munkámat. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. Rádu Ildikó folyamatosan és sokrétűen vesz részt a település kulturális életében tanárként, karnagyként, a zeneiskola igazgatójaként. Elkötelezett a helyi kulturális élet fejlesztésében épp úgy, ahogy pedagógusként a gyerekek művészi, zenei nevelésében. 2003-ban alakította meg férjével, Takács Lászlóval a Vox Animi vegyeskart, amely üde színfoltja a helyi kulturális és közösségi életnek is, hiszen számos civil kezdeményezést támogatnak, s vesznek részt környezetvédelmi vagy jótékonysági akciókban. 2003 óta a zeneiskolai munkája során vezeti az énekkart, zeneóvodai és kiselőképzős csoportokat, B-tagozatos osztályokat. Növendékei rendszeresen vesznek részt települési és zeneiskolai rendezvényeken. Folyamatosan és sikerrel készít fel tanulókat elméleti tárgyból szakirányú továbbtanulásra. Szervező munkájának eredményeként 2011 óta több külföldi művészeti együttes látogatott Csömörre, gazdagítva ezzel a település és a zeneiskola kulturális kapcsolatrendszerét is. Zeneiskolai csoportokkal többször vettek részt sikeres külföldi koncertutakon. Igazából zenés családban születtem. Igaz, hogy közvetlenül a szüleim azok nem hivatásszerűen foglalkoztak a zenével, de a nagyszüleim, a nagynénik, nagybácsik minden oldalról zenélnek, és hát vannak hivatásos zenészek is bőséggel a családban. És a másik az, hogy ugye mi baptista család voltunk, és a baptistáknál a kórus éneklés az egy nagyon meghatározó része az egyházi életnek. A nagypapám az, aki nagyon sokat is segített, sokat éltünk együtt, tehát nyilvánvalóan az ő személyes példája meghatározó volt, valahogy így indult az egész, és hát nyilván az embernek kell egy fogékonysága is legyen e felé, mert ha nem ez lenne az életem, akkor nem ez e felé mentem volna. Tudom, hogy sokat dolgozom, és sok mindent csinálok, és valóban jelentős részben ezek olyan tevékenységek, persze van a zeneiskolai vezetői munka, vagy a zeneiskolai tanári munka, de hogy emellett ezekhez mindig csatolódik olyan tevékenység, amit nem feltétlenül kellene megcsinálni, csak hát nem tudok máshogy működni. Tehát, hogy igazából, hogyha ha valamit elkezdek, és hogyha valamiben látok fantáziát, és lehet azt tovább bontani, akkor mindenképpen az érdekem, vagy az a célom inkább, hogy amit csinálok, az valahol azért közösségi területen is értékké váljon. Tehát ha tanítok egy gyereket, vagy tanítok egy osztályt, vagy egy csoportot, mivel zenét tanítok, annak valahol meg kell mutatkoznia. És hogyha megmutatkozhat kicsiben, megmutatkozhat nagyban is. És akkor utána egymás után jönnek természetesen a dolgok. Nem elhatározott dolog ez, hanem nyilvánvalóan a mindennapi tevékenységnek egy kibontása ez. Nem tudok máshogy működni, valahogy ez mindig egy közösségi tevékenység, maga a zene is. Hát akkor miért ne adjuk a közösségnek ezt? Van sokféle dolog bennem, ugye nyilvánvalóan a zeneiskolai munka, a zeneiskola afelé vitele, hogy minél szélesebb körben megismerjék azt a munkát, amit nem csak én, hanem természetesen a kollégákkal együtt végzünk, hogy minden szempontból értéket képviseljünk. Tehát a bóvlit azt nagyon nem szeretném
semmilyen formába beengedni az életünkbe, és szeretnék ebben példát mutatni. Tehát ez mindenképpen egy meghatározó kép, ez a munkámban is, a kórusvezetésben is, a mindennapi életben is, tehát hogy ne a középszerű fele menjünk, hanem tudjunk a gyerekeken keresztül, a felnőtteknek, a szülőknek és egy település számára is értéket mutatni, hogy mi az az igazi érték, ami felé kell menni. Én a zenei oldalt tudom tenni, tehát olyan fajta konkrét, nagy jövőbe néző dolgok nincsenek, jönni fognak a feladatok, és a feladatok megtalálnak, aztán azokat meg el kell végezni, és remélem, hogy lesz hozzá erőm, egészségem, és hát olyan társak, akik ebben segítenek.